Sziasztok! Már egy nagyon izgalmas videót terveztem, vagy legalábbis számomra mindenképp az, viszont sajnos nem lettem még kész vele, mert egy kicsit komplexebb, mint ahogy terveztem, de gyorsan akkor arra gondoltam, hogy felveszek nektek egy őszi haul videót, mert ez mindig jó, és mivel belőlem csak egy van, ezért ha én azt mondom, akkor az úgy is van, ezt Erika is megmondhassa. Alexából csak egy van! Ha esetleg bármilyen kopogó vagy fura hangot hallottak, akkor ne is törődjetek vele, porcukor éppen labdázik. Szóval beszereztem néhány ruhát így az őszi és már talán a téli időszakra is, és ezeket fogom nektek ma megmutatni. És ha esetleg bármilyen kérdésetek van a ruhákkal, vagy technikailag bármi mással kapcsolatban, akkor nyugodtan kérdezzetek, én pedig majd megpróbálok válaszolni. Ezúttal főleg a Stradivariusból vásároltam, de lesz majd a videó végén egy-két olyan ruha, ami nem onnan van, viszont kezdem a Stradivariusszal, és azon belül is a legesleges és legnagyobb kedvencemmel, ami egy pés színű kabát. Megláttam ezt a kabátot egy YouTube videóban, és kb. Azonnal beleszerettem, de olyannyira, hogy másnap rohantam is az üzletbe, hogy megvegyem, és szerencsére volt még pont egy SS méret belőle, úgyhogy gondolkodás nélkül vittem is haza. Ez egy bés színű kabát egyébként, aminek egy része hasított bőr, a másik pedig szőrös és nagyon-nagyon-nagyon puha. Rettentő jól mutat fekete, fehér és bés színű ruhákkal is, és bár ez a kabát nem feltétlenül térre való szerintem, de ennek ellenére mégis eléggé meleg, és szerintem jó sokáig fogom majd tudni hordani, ha alá öltözöm. Viszont annak ellenére, hogy csodaszép a kabát, van egy pici negatívuma is, ami engem nem zavar feltétlenül, de lehet, hogy valakit igen, és így gondoltam, elmondom. Belülről teljesen szőrös a kabát, ami tök jó, mert meleg cserébe, kicsit szöszöl, és nekem mindig szöszös lesz a pulcsim tőle, amikor viselem, de szerintem, ha egy szösztelenítővel, vagy ragasztóval, vagy bármivel átmentek rajta, akkor utána semmi gond nem lesz. Én még nem tettem meg, mert egy lusta disznó voltam, de ami késik nem múlik, szóval remélem, hogy ez el fog múlni egy idő után. És akkor ugyebár szintén a Stradivariusban vettem a következő ruhát, ami egy kötött pulcsi, egy fekete kötött pulcsi és garbós. Kicsit rövidebb fazon, bár azt semmiképp nem mondanám rá, hogy cropped lenne, igazából pont elég hosszú ahhoz, hogy eltakarja a derekamat. A pulcsi kötésében van egy kis csavar is, ha szó szerint erre a kis pintára gondolok, ami nekem annyira egyébként nem jön be, de mivel fekete így igazából annyira nem látszik szerencsére, szóval semmi problémám nincsen. Egyébként a pulcsi egészen olcsó volt és nagyon puha anyagból van, és annak ellenére, hogy egy halál egyszerű fekete pulcsiról van szó, én nagyon szeretem és egészen gyakran is hordom, főként fekete szűk nadrággal és egy bavancsal. A következő ruhadarab, amit vettem, az egy fekete műbőrszoknya, aminek ilyen nagyon érdekes anyaga van, és kicsit fényesebb, mint egy sima műbőrszoknyának, viszont nem tudnám tök őszintén leírni, hogy milyen anyagból készül, de talán látjátok a képeken keresztül. Maga a szoknya az mini, és van rajta egy gomb is, illetve átlapolós megoldása van, amitől ilyen érdekes kinézete lesz, és én pont ebbe szerettem bele amúgy, amikor megláttam az oldalon. Ez a szoknya egyébként konkrétan tegnap érkezett meg, úgyhogy még nem igazán tudtam hordani, de ami késik, az nem múlik. Szóval összességében nekem nagyon-nagyon tetszik a szoknya, bár lehet, hogy nem volt a legjobb választás, hogy megvettem, mert hát a szoknyát azt harisnyával fogom majd hordani, és hát porcukor előszeretettel szereti szétszakítani a harisnyáimat, természetesen csak véletlenül, de valahogy mindig sikerül életemnek szétszakítania, na mindegy, én azért tovább fogok próbálkozni. Rendeltem még kettő izgalmasabb felsőt is a Stradivariusból, mind a kettő felső amúgy pontosan ugyanúgy néz ki, csak igazából két különböző színben vettem meg őket. Van egy jó szokásom, hogy ha valami nagyon-nagyon tetszik, akkor több színben is megrendelem, viszont most kivételesen nem feketében és fehérben vettem, hanem szürke és bés színt választottam. Maga a felső az egy vékony kötött top, ami félvállas, vagyis az egyik karja az teljesen fedett, a másik oldalon viszont nyitott a válla, amitől szerintem tök különleges lesz, és nekem pont ezt tetszett meg benne. Kicsit vastag az anyaga, vagyis tökéletes lehet térre is, hiszen melegít, persze leszámítva azt, ahol nincsen anyag, de szerintem teljesen jó lesz így, és én szerencsére nem vagyok túl fázós. Mind a két felsőnek csodaszép színe van, a szürke az nagyon szép sötét színű, és pont ilyet szerettem volna, a bézs pedig szép világos, és szerencsére nem csúnya sárgás, hanem tényleg tökéletes bézs. És akkor igazából ezeket rendeltem a Stradivariusból, úgyhogy térjünk át minden másra. Édesanyám vett magának egy felsőt, viszont végül nekem adta, mert tudta, hogy imádom az ilyen felsőket. És tényleg igaza volt, hiszen egy fekete-fehér csíkos crop pulcsival van szó, és ugye jól tudjuk, hogy az ilyeneket nagyon-nagyon szeretem. Kicsit lazább kötésű a pulcsi, és imádom benne, hogy az ujja ilyen harangszerű. Ami szintén szuper benne, hogy nem annyira rövid, szóval nem lóg ki belőle a derekam. Sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy honnan van a felső, mert hogy semmiféle papír nincsen benne, de ilyen és ehhez hasonló pulcsit kb. Bárhol találtok, most amúgy is hatalmasat mennek a csíkos pulcsik, szóval csak keresgéljetek.
És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó ruha ebben a hallban az egy félvállas felső. Ez is egészen hasonló az előző felsőkhöz, csak ennek egy karja van, a másik oldala viszont teljesen nyitott az előzőekkel ellentétben. Ennek bordázott anyaga van, és sajnos egyébként nem annyira vastag, nem átlátszó szerencsére, de azért eléggé vékony az anyaga. Na de se baj, ne féljetek, azért ezt is simán fogom majd tudni hordani. De és igazából ennyi lett volna már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Legközelebb találkozom most már remélhetőleg tényleg a szuper izgalmas videóval, addig is legyetek jók. Sziasztok!